2015 őszén elindult az Ifjúságtér projekt Kistarcsán, melynek célja a számos közösségi rendezvénynek helyszínt adó tér fejlesztése, a helyi polgárok vállalkozók elképzeléseinek, ötleteinek, igényeinek bevonásával. Első ütemben két fórumot szerveztünk, a lakosságnak és az intézményvezetőknek, illetve a második a vállalkozóknak és azoknak a tulajdonosoknak, akik itt a téren megtalálhatók, vagy érintettek. Majd ezután a Mindenki Karácsonya programon, ott pedig kimentünk az utcára, és a karácsonyi forgatagban beszélgettünk az emberekkel, körülbelül 100 embert szólítottunk meg, és mutattuk be maketten a helyet, illetve kértünk tőlük javaslatokat, hogy ők ott mit tennének a térrel. Ez a tervezési folyamat 2016 tavaszára új fázisához érkezett. Most tulajdonképpen ott tartunk, hogy ezeket a fórumon megfogalmazott állításokat rendszerbe szedtük, az Alföldi György, a Műszaki Egyetem docensével egy dokumentáció összeállt, és abban tematizáltuk azokat a fontosabb döntéseket, amiket meg kell ahhoz hozni, hogy mindezek az elképzelések megvalósulhassanak. Ez gyakorlatilag januárra elkészült, készítettek nekünk egy ilyen nagyon vázlatos látványtervet, nem mint végleges terve ez a térnek, hanem inkább egy kedvcsináló ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi az a jövőkép, ami mellett a további szereplőket szeretnénk elkötelezni. Tulajdonképpen itt tartunk. Most márciusban lesz egy előterjesztése az anyagnak, és ott a fontosabb döntéseket a képviselőtestület meg fogja hozni. Ezek a döntések alapvetően a tér kialakítására vonatkozó javaslatok két nagyobb csoportját érintik. Az egyik az, hogy magát a teret egy városiasabb képben kellene látnunk és láttatnunk. Ugye a megszólalóknál nagyon erős volt az az igény, hogy legyen egy igazi városi főtér, ami Kistarcsa jellegzetes helyszíne, egyben egy fórum, egy találkozóhely, és hát ugye itt megy el a hármas út, tehát még a városon átmenők is lehetnek, is lehet ez egy kedvelt találkozóhelye, és ez a dolog akkor tud létrejönni, ha a téren ezt a kihaltságot is megszüntetjük. Most inkább egy városszéli területnek tűnik, nem pedig egy városközpontnak. A városközpont az mindig egy kicsit ilyen nyüzsgőbb, élettel teli hely, ahol az emberek szívesen találkoznak. Ehhez viszont az kell, hogy itt a tér egy kicsit intenzívebb beépítésű legyen, nem pedig egy ilyen laza családi házas hely, amelynek a térfalai egy magasabb, városiasabb térfalat mutatnak, az alján üzletekkel, előtte sétányokkal, teraszokkal. Tehát ez, ami a tér környezetében lévő telkekre vagy területekre fogalmazódott meg, magára a tér közepére pedig különböző területeket határoztunk meg, amelyeknek más-más a funkciójuk. Lenne egy emlékezéspark, egy identitástér, ami most pár éve megvalósult, ezt valószínűleg célszerű lenne megújítani. Egy nagyobb parkoló az iskolához, és ennek esetleg több funkcióját is meg lehetne adni, hogy mikor kevesebb az autó, akár labdázni, vagy valamilyen utcai sport funkciója lehetne. A tér közepén az inkább egy parkos játszó tér jellegű, és majd lent a mélyebb fekvésű részein lehetnének olyan kicsit burkoltabb helyszínek, ahol a városi aktivitás, találkozó hely, alkalmi piac, vagy karácsonyi, adventi ünnepség, jégpálya, kiállítások, vagy nyáron akár egy fröccs terasz, vagy kávézó, tehát olyan multifunkcionális tér, ami egy igazi ilyen találkozó és fórum tér lehetne.
Az ifjúságtéren nemrég elindult egy építkezés, ami azonban nem a tér új arculatának része, hanem egy magáncélú beruházás. A közösségi oldalon a témában létrejött csoportban emiatt többen aggodalmukat fejezték ki a terület fejlesztését illetően, a tervező csapat azonban bízik a későbbi olajozott együttműködésben. Ez az építkezés már a program elindítása előtt kapott engedélyt. Ezzel a vállalkozóval, tulajdonossal is kapcsolatba kerültünk a közösségi tervezés során. Pozitívnak tartja ő is a programot, és szeretne ebbe bekapcsolódni, ezt kifejtette, illetve tulajdonképpen mi is egy kicsit aggódva néztük, hogy vajon a későbbi terveinkbe hogy fog beleilleszkedni. De ez lesz majd a következő etap tervezési ütemnek a feladata, hogy ezt is valahogy majd besimítsuk az új térfalba, ami egy kicsit merészebb állítás, és lehet, hogy szokatlan, de végül is van neki jelentősége és fontossága, és nem öncélú, hogy egy 10 méteres magasságú építmény magasságot javaslunk most elfogadásra, ami gyakorlatilag egy ilyen kis társasházas beépítést ad, egy zárt sorú beépítést, tehát igazából egy olyan városias közeget akarunk létrehozni, illetve úgy mondanám, hogy javaslunk, mert ugye ez még csak egy előterjesztés, és ez a beépítésnek az is a előnye azon kívül, hogy lesz egy jellegzetes helyszíne Kistarcsának, hogy megmozgatja egy kicsit az ingatlanpiacot, ami azért fontos, mert ha ezt nem lenne ennek a dolognak anyagi előnye, nem lenne ebből valamilyen módon profit, amit vissza tudnánk forgatni a közös terekbe, hiszen tudjuk jól talán, vagy legalábbis gondolom, hogy tudják, hogy az önkormányzatok pont olyan pénzhiányjal küzdenek, mint a magánosok, tehát mi úgy szeretnénk ezt a plusz beépítési lehetőséget visszaforgatni a térbe, hogy a vállalkozókkal megegyezésre jutunk, és ezen a profiton valamelyest osztozunk. Tulajdonképpen ez lenne a következő lépés, ez nem fog pillanatok alatt megszületni ez a megegyezés, hanem megint egy következő tervezési folyamatban, amiben azt szeretnénk, hogy azt már viszont ők finanszírozzák, és ehhez kell az a testületi döntés, amely előzetesen el is kötelezi magát amellett, hogy ez a beépítés létrejöhessen. A térfejlesztése régóta esedékes, jelentős beruházásokat igénylő nagy kihívása a városnak, melyben előrelépni csak lépésről lépésre, és csak a potenciális térhasználókkal, vállalkozókkal, területtulajdonosokkal közösen lehet. Ennek a folyamatnak a lebonyolítása több évig is eltarthat. A hosszúsága azért hosszú, mint ahogy mondottam, hogy nem nagyon van pénz. Maga a tervezés és ez a közösségépítés az nem csak arra jó, hogy megkérdezzük, hogy az emberek mit szeretnének, hanem tudnunk kell, hogy mi az, amire a pénzvilága is megmozdul, mert tőkét kell generálnunk ehhez a projekthez. Tehát maga a tervezési folyamat is ezért időigényes, mert mögötte rengeteg alkut kötünk, vagy mi magunk is olyan lehetséges vállalkozókat keresünk, akik betelepülnének a térre, hiszen tudjuk, hogy a mostani tulajdonosoknak akkor lesz vonzó ez az egész történet, ha nem csak egy papíron lévő terv van, hanem vannak olyan szereplők, akik élettel meg is tudják tölteni. Tehát most ezen dolgozunk. A következő lépés, amit én javasoltam a képviselőtestületnek, hogy legyen egy úgynevezett telepítési tanulmányterv, amiben a beépítés és a közterület kialakításának és egymáshoz való viszonya kerül kialakításra. Abban újra kéne gondolni a fontosabb közlekedési infrastruktúrákat, csomópontokat, átkelési lehetőséget, helyeket, biztonsági dolgokat. Nem biztos, hogy ez meg is tud elsőre valósulni, de azért kell megterveznünk, hogy lássuk ezeknek a helyigényét, a közműfejlesztés esetleges következményeit, és majd mikor ez
a tervfajta összeáll, akkor lehetne magát a pénzt is ütemezni úgy, hogy ez a megvalósulás a leghatékonyabb legyen. Tehát ez én inkább úgy mondanám, hogy ez egy több éves folyamat lesz, amikor egymásra épülnek a dolgok, és egy ilyen ütemezett megvalósulás részben a magánterületeken, részben a közterületeken. Reméljük, hogy 1-2 év múlva azért látunk belőle már valamit.